heves vihar csapott le Karcagra. A rövid idő alatt leesett hatalmas mennyiségű eső miatt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság műveleti irányítására mintegy 70 bejelentés érkezett. A felgyülemlett víz teljesen megtelítette a város csapadékvíz elvezető rendszerét. Így a víz nem tudott eltávozni, megállt a lakóházok udvaraiban, kertjeiben, és rosszabb esetben a házakba is betört. Most nem csak a piac és környéke és a város alacsonyan fekvő katolikus város részén, de a kisújszállási úton, a kiskulcsosi város részen, a déli város részen is vízben álltak az utcák. Karcagiaknak a kisújszállási tűzoltók is jöttek a mentesítésben segíteni. A város egyes részein van, ahol 80-85 mm mennyiség lehullott, van viszont olyan perifériás terület, ahol csak 25 mm volt. Ezek mért adatok teljesen hitelesenek mondhatóak. A csatornahálózat az működik, csak erre a nagy nyomásra nincs fölkészülve. Itt gyakorlatilag fél óra alatt esett le ez a 70-80-85 mm csapadék, és ezt nem tudja egyik pillanatra másikra elvezetni. Ennek idő kell, de én úgy számolom, hogy egy másfél óra múlva mentesítve lesz a város. Beavatkozásként felmértük azt, hogy hol van olyan vízmennyiség, ahol szivattyúzni kell. Három szivattyúnk működik, amelyek próbálják mentesíteni azokat az utcaszakaszokat, ahol már a lakóházak is veszélyben vannak. Természetesen a katasztrófavédelem is felvonult. Tudomásom szerint ők, ha kell, 8 helyre is föl tudnak vonulni. Jelen pillanatban 4 helyen tudom, hogy szivattyúznak ők is. A katasztrófavédelemnek a hatalmas eső miatt most másik technikát kellett alkalmazni. Mondta a helyszínen a Karcag Televíziónak Németh Ádám megyei szóvivő. A katasztrófavédelem megyei művelet irányítására szűk egy óra alatt megközelítőleg 70 bejelentés érkezett viharral összefüggésben. A legtöbb bejelentés arról szólt, hogy a víz megállt ingatlanok kertjében, betört családi házakba, melléképületekbe, gazdasági épületekbe, és az lakók az értékeiket féltették, illetve azokat próbálták meg kimenekíteni. A tűzoltók a legtöbb helyre eljutottak, azonban sajnos megállapították, hogy ez a vízmélység annyira alacsony, jellemzően egyébként 15-20 cm-es mélységekről volt szó, hogy a katasztrófa védelem eszközei nem elegendőek ahhoz, hogy ilyen kis vizet kiszivattyúzzanak. Ráadásul a város elvezető rendszere teljességgel megtelt, és nem volt hova elvezetni a felgyülemlett vizet. Éppen ezért úgy döntöttek a katasztrófavédelmi szakemberek a város gondnokság szakembereivel közösen, hogy a természetes elfolyóiba vezetik a vizet, a felgyülemlett csapadékvizet a tűzoltók. Éppen ezért a tűzoltók most nem a lakóingatlanokból szivattyúzzák el a vizet, hanem a nagyobb kapacitású átereszeket, átemelőket segítik szivattyúzással, hogy azok minél hamarabb el tudják vezetni a csapadékvizet.